A korábbi szolnoki edző Pór Péter irányításával azzal a céllal vágott neki a székesfehérvári U20-as Európa-bajnokságnak a magyar válogatott, hogy az első három hely valamelyikét megszerezve feljusson az A-divízióba. A csapat tagja volt Kósa Tamás is, aki az elmúlt szezonban jó néhány mérkőzésen pályára lépett a nyíregyházi felnőtt csapatban, így össze tudta hasonlítani a magyar élvonal és a nemzetközi utánpótlás színvonalát. Teljesen más a válogatott, meg egy klubmérkőzés. Sokkal jobban feldobja az embert, hogy ugye a címeres mez, meg a himnusz a meccsek előtt, és rengetegen kim voltak, szurkoltak, úgyhogy én személy szerint egy erősebbnek ítéltem meg ezt az U20-as bajnokságot, mint így egy átlag NB1-es mérkőzést. A fiatal hátvéd mind a 8 EB mérkőzésen szerepet kapott. Átlagban 16,5 percet töltött a pályán, ez alatt 4 pontot, másfél lepattanót és 2 gólpasszt átlag volt. Tamás a feljutásról és a bronzéremlő döntő meccsen tett hozzá a legtöbbet a győzelemhez, akkor 26 perc alatt 9 pontig jutott a nyíregyházi kosaras. A csoportmeccseknél annyira nem voltam elégedett, mert úgy éreztem, hogy többet is hozzá tudtam volna tenni statisztikailag, viszont amit elvártak tőlem, azt hoztam. A további meccsekben, a kieséses szakaszban, ott meg szerintem elégedettnek kell, hogy legyek, mert ugye nem volt annyi rádobásom, mint amennyivel a többiek is dolgozhattak, ilyen 4-5 között, és szerintem elég hatékonyan és értékesen tudtam hozzászólni a mérkőzésekhez. A fiatal játékos a kontinens viadal után csak kevés pihenőt kapott, a Marsó Nyíregyház ugyanis augusztus 3-án elkezdi a felkészülést a következő szezonra.